Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntötték családtagjai és városunk vezetői Vilmányi Liannát születésének 100. évfordulóján. Gyengén vagyok. Mert mi a baj? Nem vagyok már a fiatal. Lehet, hogy azért jött ki, mert nem tetszik olyan fiatal lenni. És minden. A jó Isten éltesse még nagyon sokáig. Ezt odobom, ez egy ilyen kis emléklap, jó? El tetszik tenni. Igen. És megőrjük. Már köszönjük. Köszönjük. Szeretnék én is gratulálni. Gratulálni. Vagyok. Nem. Én is szeretnék gratulálni. Igen. Köszönöm szépen. Nagyon szépen. Sok boldog életeket, még éveket. Köszönöm szépen. Így legalább, mint eddig volt. Ügyesen. Mindig talpra állt, hogyha felépre üt is sokszor. A 20. század elején, 1909. szeptember 15-én született Hajdúböszörményben. Az első nagy világégés, az első háború szörnyűségei végigkísérték gyermekkorát. Később sem lett könnyű. Előbb a Tanácsköztársaság, aztán Trianon, majd a nagy világválság. Szóval van miről mesélni a családnak, az unokáknak, a déd és ükunokáknak. Édesapja egészen korán, még a háborúban elment, így nem is láthatta kislánya ugrándozását a ház körül. Édesanyja 4 testvérével együtt nagy szeretetben nevelte fel az árván maradt gyerekeket. Testvérei már örök nyugalomra tértek. Julianna néni napjai vidáman peregnek. A gondtalan gyermekkor hamar véget ért. Az akkori szokásoknak megfelelően már gyermekként is sokat dolgozott. Eleinte a pöszörményi papírgyárban talált munkát, majd Semsei gróf napszámosaként kónyán kereste kenyerét. Dolgozott az erdőhivatalnál is. Mindig is a föld nyitotta számára a megélhetést. Az 1930-as években érkezett Balmazújvárosra, így tulajdonképpen végignézhette mai városképünk kialakulását. A nagy háború után újabb nehéz idők jöttek. A már családos, 2 gyermeket nevelő életerős asszony 1949-től a Lenin TS megalakulásától egészen nyugdíjba vonulásáig dolgozott. A ma 76 éves Katalin lányával él. Másik lánya 62 éves. Nyugdíjas éveiben kertészkedett, állatokat baromfit tartott. 2 alkalommal is felépült a súlyos combnyaktörésből, a nyáron tüdőgyulladással szenvedett. Az idős hölgyet szomszédai is szeretik, tisztelik. 100. születésnapján 2 lánya, 8 unokája, 15 dédunokája és 13 ükunokája gyönyörű tortával köszöntötte. Városunk polgármestere a jó kívánságok mellett emléklappal. Bajnai Gornó miniszterelnök oklevéllel köszöntötte szépkorú Vilmányi Juliannát. Isten tartsa meg jó egészségben Juliannát. Ilyen dolgok nem kell. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van.